Ultrahangos készülékkel derítette fel dr. Végeszter Mária radiológus szakorvos és csapata a mai napon a betegénél azokat a rákos gócokat, amelyeket egy új eljárással műtöttek meg a Bács-Kiskun megyei kórházban. Mikrohullámmal végzett májtumoros ablációt készítettek elő. Ez egy úgynevezett minimál invazív beavatkozás, ami azt jelenti, hogy a betegnek nem vágjuk fel a hasát ahhoz, hogy a tumorszövetet roncsoljuk, hanem egy pici, egy mintavételhez hasonló tűszúrással megyünk be, és ott ezzel a tűvel végezzük magát a beavatkozást. Ezzel a módszerrel roncsolják a beteg szövetet, ami azt jelenti, hogy a májnak csak azt a részét pusztítják el az orvosok, ahol a tumor van és más szövetrészeket nem érint a kezelés. A májtumorok és ezen belül az áttétes májdaganatok száma is kiugróan magas világszerte, így Magyarországon is. A betegség több tízezer embert érint hazánkban. Akiket most fogunk kezelni, őnekik úgynevezett másodlagos tumoruk, vagyis metasztázisuk, áttétjük van a májukban. Ez egy óriási számot képez, mivel a vastag, vagy hát a bélrendszeri daganatok száma szintén óriási növekedést mutat, és a betegek több mint felénél már metasztázis is jelentkezik valamikor az életük folyamán, és emiatt az ő kezelési lehetőségeik nyilván eddig is jelentősek voltak, de hogy ezzel egy újabb módszert, egy minimál invazív módszert tudunk hozzátenni, ez egy óriási lépés. Bár a ma végzett beavatkozás még csak az elsők egyike Kecskeméten, a jövőben valószínűleg számos hasonló műtétet végeznek majd. Daganatsebészet több lépcsőn áll, onkológia, sebészet, intervenciós radiológia, és hát ez érhető el most már Kecskeméten is. Tehát a májtumorok sebészetében is, mint hepatológiai daganatsebészeti centrumként működik a sebészet. Az új mikrohullámos roncsolásos technológia nem csak egy új és modern eljárás, ami egy nagyon hasznos eszköz az orvosok kezében, de a betegek szempontjából is egy kevésbé megterhelő beavatkozás, ami mind lelkileg, mind fizikailag jelentős könnyebbséget jelent számukra.